Önök az Esti Híradó reggeli kiadásának délutáni ismétlését hallják. Jó éjszakát kívánunk! Újabb medve tűnt fel az utcákon a délmagyarországi városnyéken. A helybéliek azt mondják, félnek. Mackó Gábor tudósítása következik. Vámosnyék mindössze 328 kilométerre van a Balatontól. A helyiek napok óta nem mernek kijönni, mert ismét feltűnt egy medve. Hát mink már itt retteg vegyünk ki itten a házból itten. A tegnap is jövök ki a házból, ott áll erre és néz rám. A medve? Nem, a postás. Ő mondta, hogy hallotta, hogy mondták azt, hogy jön megint a izé a medve. És ő nem is látta a medvét? Nem, én csak azt láttam, aki hallott, hogy valaki mondta, hogy látta. Jöttem ki a Washington hörpintőből. Mentem dolgozni. Ja nem, csak simán jöttem ki a hörpintőből. Átszázsok, így áron mellettem egy nagy állat. Hát mondok, itten, én is ilyen. Megijedt? Hát gondolom, azért rohant annyira biztos. Nem, ön megijedt? Félt a medvétől? Ja nem, mert ez egy ló volt. De azt mondják, erre járt egy medve. Hát akkor biztos az a lőszaladt a ló. Jeges Károly vadőr évek óta nem látott medvét a környéken. A medve általában kerüli az embert, és az ember is kerüli a medvét. Így ha olyan embert látunk, aki nem kerülte ki a medvét, és a medve sem kerülte ki őt, akkor az csak a részek postás lett, aki a medvének is kivitte a családi portlékot. Stábunk szerette volna megkérdezni a medvét is, de megkeresésünkre mindez idáig nem válaszolt. Mackó István, Vámosnyék, Budapest, Híradó, reklám, esti film, műsorajánló, képújság, stúdió. Tovább szakad a Jobbik. Nemrég azt a politikust is kizárták a pártból, aki polgármesterként látta a helybélieket rettegésben tartó medvét. A medvét még június elején altatták el, de aztán egy másik medve felkeltette. És most már két medve is járja a település utcáit. Vackor Dömötör riportját látják. Wolfgang Vincent van Goghné, vagy ahogy mindenki ismeri, Zöldi Piroska néni, gyerekkora óta a faluban lakik, igaz, két éve elköltözött. A medve hírétől nagyon megijedt. Gyűlök ki! Nem mondom, meglacsolom a büdöskéket, meg a férjem kankalinját. Hát nem ott áll a medve? Nem ott áll a medve? Nem ott áll, hanem kicsit arrébb, és az sem medve volt, hanem a Edith-ék kutyája. Milyen kutya? Ilyen kis csibaba, vagy micsoda. Úgy ugatott azon a herélt hangján, biztos látta a medvét. Az elkoborolt medvét ugató csivava miatt már több feljelentés is érkezett a rendőrségre. A Győr-Moson, Moson, Borsos, Sopron megyei budapesti rendőrkapitányság életvédelmi alosztálya súlyos 8 napon belül gyógyuló könnyű testi sértés és személyi szabadság megsértése alapos gyanújával elfogyott a levegőm eljárást indított ismeretlen tettes ellen a kiserdőben látott medvét hatósági eljárás keretében keressük. További híreink. Donald Trump és Kim Jong-un is egyetért abban, hogy rendkívül veszélyes lehet a vámos ladány mellett látott medve. Örvös László tudósítása következik. Vámosnyék egy 2521 és fél lelket számláló település Új-Delhi Szent Mihály tőszomszédságában, testvérvárosai Nairobi és Sződliget. A helyiek évek óta nem láttak medvét a környéken, de akad olyan lakó is, aki még sohasem látott. Medve? Az, amelyik fogat mos este is megnézi a mesét? Hát az... Olyan már nincsen. Elnézést, asszonyom, ön látott medvét? Medvét, ezt nem, de nemrég, ahogy ettem a szelőnnát, egy malac kolbászolt itten. Itt röfögött, azt a kutya megugattam, hogy a kacsa elkezdett hápogni, mert a kecske meg megkegett, amiért a macska rányávogott, azt akkor a ló is nyerített.
És medvét nem látott? Mosó medvét, azt igen. Itt szokott téblábolni, meg slattyogni, ő gyelegítem, meg lébecol, meg flangál, előfordul cselleng, meg ténfereg, na ezeket csinálja. Mosó medve? Igen, kis mosó medve, mindent csinál, itt a rákcsál, meg felállít ilyen kvantummechanikai hipotéziseket. Mikor mos? Na gondolom a kémény, de nem tudom, hogy jön ez ide. A vámos nyékiek félnek. Van, aki a medvétől, de van, aki a méhektől, megint mások a kutyától vagy a pókoktól. A híradót Örvös László tudósította még tavaly. Most én, stúdió. A Dél-Moson-Baranya megyei faluban évek óta egyre több állat tűnik fel. Kollégán Grizzly Tamás járt a helyszínen. Arisztotelész József 53 éves, két fiúgyermek apja és egy lánygyermek anyja. Azt mondja, hetek óta nem mernek kimozdulni a lakásukból. Ha már hetek óta nem merünk kimozdulni a lakásunkból. De most kimozdultak, mert az utcán beszélgetünk. Ja, akkor ma kimozdultunk. Na, három hetek óta itt megy itt ez a hercehurka, mint a mutkó egy zsiráfát a kerítés mellett, rágta le a bokorról a falevelet. Azt akkor mellette egyszer csak megjelent egy nagy bivaj. Kérdeztem tőle, hogy bivaj van. Azt akkor... Ott állt mellette egy gnú, meg egy makákó, azt akkor gyűjtek a szarvasbogarak, meg a pörölycápa. Én már olyan fáradt vagyok, hogy aligátor a lábamon már teljesen. Megkérdeztük Józsefék szomszédját, a 967 méterrel arrébb lakó iPhone Imrénét, leánykori nevén Szoftver Kati nénit. Egyik reggel erre ébredtem, hogy alszok. Úgy felébredtem, hogy csak ne. Azt akkor ablakban ott lebegett egy bohóchal, meg egy guppi. Mondtam a férjemnek, hogy gyere itt a guppi Hilda. Na most, abból, hogy ezek itten közlekedtek, arra gondoltam, hogy ezek mind hímhalak. Miért? Hogy közlekedtek? Halkan. Na most, ezek után még megjelent egy lajhár a ajtóba. Egy lajhár. Igen, és azt mondta, hogy csókolom, jöttem megszerelni a vízcsapot, mert már két hete ígéri. Önök híradónkat látták. Legközelebb 4 óra 52 perckor jelentkezünk. Akkor a következőkkel várjuk önöket. Zsákállat tartja rettegésben azt a falut, ahol korábban medve, később zebra, majd szurikáta és mongúz is sétált az utcákon. Dolgozó útépítőket láttak egy település közelében. A helyiek nagyon megijedtek. Hát én már rettegek, hát ott állt egy ember az úton és dolgozok. Mondok, ilyet én még itt nem láttam, nem szokott. Nem szokott volt ilyen lenni itt. Ha én is láttam még ilyet, én nem voltam, az biztos. Önök híradónkat látták. A viszontlátásra.